Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Fishing Force csatornáján, ahol horgászsinór és egyéb apró cikkek tesztjeit láthatjátok. Én Orsos László vagyok. Ma a Gamakatsu G-Line Element 0,35 század milliméter névleges átmérővel rendelkező monofil horgászsinórját tesztelem. A zsinór nem kapott külön dobozt, a csomagolás csupán egy átlátszó zsugorfólia. Ez nálam már egy komoly negatívum, hiszen így jobban érik a külső környezeti behatások, például a napfény. Kézbevéve azonnal érezni, hogy egy merev, nagyon sima felületű monofil zsinórral van dolgunk. A merevségnek köszönhetően nem is terül el szépen zsinór az asztalon, jó eséllyel a memória teszten igen magas értéket fog produkálni. Ennek ellenére nagyon jól kezelhető, jól csomózható. Merevség ellenére az átlaghoz képest kevésbé töri meg a csomó zsinór. A zsebkendő teszten hagyott nyom valószínűleg a gyártás során visszamaradt szennyeződés, vagy esetleg a zsinór sikaságát biztosító bevonat eredménye. A mikroszkóp jól mutatja, hogy nem csak roppant sima, de egyenletes felülettel is rendelkezik a zsinór, bár a bevonat elég sokat takar, de így is látható néhány hiba. Van, ami csak a bevonaton látható, de akad olyan is, ami a zsinór szerkezetében fellelhető. Mivel ezek nagyon minimálisak, így véleményem szerint a további teszt eredményeket nem fogják befolyásolni. A monofil zsinórok esetében a mért átmérő legtöbbször megegyezik, vagy tűrés határon belül esik a névleges adatokhoz képest. Azonban már itt is különös figyelmet érdemes fordítani a részeredmények eltérésére, mivel az kiszámíthatatlan módon képes befolyásolni a horgász zsinór tulajdonságait. Ez esetben az átlagértékek az elfogadható határon belül vannak, bár az áztatás követő átmérő átlag eredménye éppen csak a tűrés határ alá esik, a részeredmények azonban nagyon stabilak, az 1% alatti szórás biztosíték a zsinór egyenletes átmérőjére. Ahogyan arra számítani lehetett, a memória értéke látványosan magas, ez a zsinór merevségéből adódik, a lágyabb 0,35-ös zsinórok általában 20% alatti zsinór memóriával rendelkeznek. A vastagabb 0,50-es, 0,70-es zsinórok esetében pedig akár bőven 50% feletti értéket is produkálhatnak. A merevség egyik pozitív hozadéka a nagyobb kopásállóság, ami természetesen a különféle bevonatok alkalmazása is befolyásolhat. Az eddig tesztelt hasonló átmérővel rendelkező zsinórok közül igen kiemelkedőnek számítanak ezek az átlag értékek. Kissé árnyalja ezt a képet a nedvesen mért részeredmények magasnak mondható differenciája. A zsinórokon többnyire az egyenes szakító szilárdság értéke van feltüntetve. Ezzel trükköznek legtöbbet a gyártók, forgalmazók. A tapasztaltabb horgászok azért tisztában is vannak ezzel. Érdekes, hogy merevség ellenére inkább csak átlagos nyúlással rendelkezik a Gamakatsu zsinórja. Alacsonyabb értékre számítottam ezen a területen. A ténylegesen közel 0,35-ös átmérőhöz, a szárazon jóval több mint 9 kg-os, a nedvesen mért szakító szilárdsághoz pedig közel 8,5 kg-os átlagos eredmények elég jónak mondhatók. Továbbá a részeredmények szórása is igen meggyőző.
csomó sajnos a monofil zsinórokat is gyengíti. Korrektebb márkáknál az erre vonatkozó szakító szilárdsági értékek vannak feltüntetve. Bár az eredmények riasztónak tűnhetnek, vannak olyan speciális forgászcsomok, amikkel jobb értékeket érhetünk el. Lesz ilyen témájú videó is majd. A gamakacu zsinórja átlagosan viseli a csomót, nincs sok a szégyenkezésre, azonban a részeredmények szórása kissé magas, talán a mikroszkóp alatt látható szerkezeti hibák bosszulják meg magukat. A süllyedés több dolog is befolyásolhatja, úgy mint a zsinór anyaga, bevonata, símasága és súlya. Az eddig tesztelt 0,35-ös zsinórok közül nem ez a legkönnyebb monofil zsinór, de símaságának és bevonatának köszönhetően nagyon gyorsan süllyed. Látható a diagramon is, hogy ez süllyedt a leggyorsabban gyakorlatilag. A súly szerepe inkább a fonott zsinóroknál fontosabb, de itt is ad némi irányt, vagy visszaigazolást a monofil zsinór tulajdonságaira nézve. A szárazon mért értékek eltérése elhanyagolható, áztatás után pedig nulla a szórás. A 11,11%-os vízfelvétel nagyon kevésnek mondható az eddig tesztelt zsinórokhoz képest. Ez hosszabb horgászatok során és télen lehet egy fontosabb tényező. Itt láthatjátok a teszt folyamán kapott összes eredményt. A zsinór merevségéből adódóan nagyon alacsony az érzékenységi nyúlás. Ez nagy távolságra való horgászat esetén lehet különösen fontos, hiszen hamarabb érzékelhető a kapás. A fajlagos szakító szilárdsági diagram hivatott megmutatni a mért átmérő alapján az 1 négyzetmilliméterre vetített maximális szakító szilárdságot. Nagyon fontos kiemelnem, hogy az adatpontossági diagram nem a legjobb, hanem a névleges és a mért adatok alapján legpontosabb zsinórok sorrendjét ábrázolja. Az elérhető legmagasabb pontszám itt a 300. Köszönöm, hogy itt voltál, lájkolással, megosztással támogathatod a munkámat, hozzászólással pedig hangot adhatsz a véleményednek, akár a tesztelt zsinórral, akár a videóval kapcsolatban.